Ezek a felvételek január 7-én készültek, amikor tűz ütött ki egy családi házban, a kora délutáni órákban Szekszárdon, a Bródy Sándor közben. Aznap 20 év emlékei és kemény munkája lett porrá. Az ingatlanban egy házaspár élt, a tragédia napján csak a feleség tartózkodott otthon, ő égési sérüléseket is szenvedett. A nappaliban elhelyezett fenyőfa kapott lángra, a tűz azonban olyan gyorsan terjedt, hogy a nő már nem tudta azt megfékezni, így az egész épületre átterjedtek a lángok. Lakhatatlanná vált a ház. A házaspár ideiglenesen egy önkormányzati lakásban él, de szeretnék újjáépíteni és visszatérni egykori otthonukba. Ehhez azonban anyagi támogatásra lenne szükségük. A lányom létrehozott egy Facebook csoportot, amelyen keresztül adományokat lehet eljuttatni részünkre. Mindenki tehetsége és akarata szerint nyilván támogathatja a háznak az újjáépítését, amit szeretnénk mindenképpen megtenni, tehát szeretnénk ugyanide visszaköltözni. A család egy közeli barátja azt mondja, ő is volt már hasonló helyzetben. Akkor hatalmas segítség volt a helyiek összefogása és támogatása. Én már hasonló helyzetben sajnos voltam egyszer, a családon belül volt egy ugyanilyen esetünk, ez Kölesden történt, borzasztó jó érzés volt ott is, hogy a falu lakossága összefogott, és hihetetlen dolgot tudtunk ott is művelni. Én bízom benne, hogy itt Szekszárdon is ez sikerülni fog. A Facebook csoporthoz, melyet a tűzkárosultjainak lánya hozott létre, bárki csatlakozhat. Ha valaki szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a család otthona újjáépülhessen, ott minden szükséges információ megtalálható.